Szép estét kívánok, tisztelettel köszöntöm a televízió nézőket. Ma esti társalgomban három vendéget köszöntetek a stúdióban. Elsőként hadd mutassam be önöknek Sádiné Mihóka Gyöngyvért, a Magyar Vöröskereszt Nagyatádi területének munkatársát, Dudán Imrét, önkéntes véradat, és dr. Ambrusi Csannát, a Nagyatádi vérellátónak a vezetőjét, főorvost. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! A néző gondolom már az iménti bejátszásban kitalálták, hogy mai fő témánk az a véradás, a vérellátás, illetve egy rendezvény, amiről majd egy kicsit később beszélünk, de elsőként talán arról, a Gyöngyvér a Magyar Vöröskeresztnek a munkájáról, a szervezet céljáról, és te mikor is csatlakoztál hozzájuk. Én 2003-ban kerültem a Vöröskereszthez, de előtte is volt kapcsolatom a szervezettel. Civil szervezetről van szó, Somogy megyében Kaposváron van a központ, és vidéki városokban pedig a területi szervezetek vannak. Hányan dolgoztok? Mi a főbb munkátok, illetve ugye a véradás? A legfőbb munkában a véradásnak a szervezése, illetve a közúti elsősegély nyújtó tanfolyamnak a szervezése és a vizsgáztatás, ami a jogosítványhoz kell, adományok gyűjtése, szétosztása, illetve Kaposvár már akkreditációs intézmény, tehát vannak képzések is. A Vöröskereszt tart képzéseket is. Itt a Nagyatádon én egyedül dolgozom, de 100 fölötti a munkatársaknak a száma, megyei szintet nézve. Egyedül dolgozol, de nagyon aktívan tevékenykedsz ezen a területen, hiszen nagyon fontos ugye a véradás, hogy minél többen segítsenek. A tavalyi évre évente beszélgetünk arról, hogy egy pár adatot hoztál nekünk. Mit igen, most egy kicsit erről puskáznék. Nyugodtan, igen. Tehát a 2011 évi terv az én területemen, és Nagyatádon kívül még 11 vidéki település tartozik a területemhez. 1496 fő volt a terv, ehhez képest megjelent 2549 fő, és aki le is tudta adni a vért, az 2470 fő, tehát majdnem 1000 fővel többen jöttek el vért adni, mint amennyi a terv volt, az új véradók száma pedig 207 fő volt. Na most azt tudni kell, hogy régiószinten csináljuk meg a véradó állomással együtt a tervet, és ennek egyenletesnek kell lenni, tehát a heti 300-350 fő véradónak, aki le is adja a vért, meg kell lenni ahhoz, hogy a vérellátás simán menjen, tehát ne legyenek fennakadások. És ha már szóba került a vérellátás, akkor adjuk át szerintem a dr. Ambrusi Csannának is a szót egy kicsit. Ön hogyan került kapcsolatban a Magyar Vöröskereszttel, illetve a véradóban hányan dolgoznak, és mi az önök munkája? A Magyar Vöröskereszttel a mindennapi munkám kapcsán kerültem szoros kapcsolatba, hiszen a véradóban dolgozom, és ahhoz, hogy sikeres véradásokat tudjunk szervezni, ahhoz a Vöröskereszt segítségére nagy szükségünk van. Gyakorlatilag ez egy munkakapcsolat, ami több mint 20 éve tart már itt Nagyatádon. A véradó állomásunkon 5 fő dolgozik. Az adatokat Gyöngyvér említette már, hogy közel 4000 egységvért veszünk le évente. Ehhez van 3 szakasszisztens, egy adminisztrátor és jó magam. És akkor kik is adhatnak vért, kik a cég, kik a célzott személyek? Hát legelőször is szeretném leszögezni, hogy minden egyes véradást először orvosi alkalmassági vizsgálat előz meg. Véradásra jelentkezhet 18 évét betöltött felnőtt ember, 60 éves korig lehet valaki első véradó. Egyéni elbírálás esetén 65 éves korig is mérlegelhetjük a véradásra történő jelentkezést. A véradást megelőzően, amit említettem, az orvosi alkalmassági vizsgába beletartozik a vérnyomásmérés, vérkép meghatározás, általános tápláltsági átlagot szembevételezése, és természetesen fontos hozzá, hogy minden véradó azt feltételezze magáról, hogy ő egészséges. Tehát egészséges embereket várunk véradónak az előbb említett feltételek mellett. És hogyan lehet elmenni egy véradásra? Például éjgyomorra, vagy együnk előtte valamit, vagy édességet nem? Talán akkor minden feltételét elmondanék, ami a legfontosabb, hogy mindig étkezést követően kell. Nagyon fontos a kalória bevitel véradás előtt és a folyadékpótlás. Ezt ott mi helybe is felszoktuk hívni a véradóink figyelmét, erről ott gondoskodunk is folyadékkal,
illetve apróbb süteményekkel, hogyha valaki mégis esetleg éhgyomorra érkezett, mert hogyha megfennpótoljuk a folyadékot, akkor nem szokott lenni gond. Tehát mindenképpen azt ajánlom, hogy étkezés után érdemes jönni, és gondoskodni a megfelelő folyadékbevitelről. Mennyi mennyiségű vért vesznek le egy-egy embertől? Ez változó, vagy mindenkitől egységes? Nem, ez egységes mindenkitől. Egységesen 450 ml vért veszünk le alkalmanként, amennyiben a feltételeknek megfelel. Alkalmas volt véradásra, akkor ennyi vérlevételére kerül sor. Mennyire gyakori az, hogy ahogy említette, hogy véradás előtt úgymond vizsgálatokon esnek át, ilyen szűrővizsgálatokon az emberek, hogy ilyenkor találnak valakinél valamiféle problémát? Időnként előfordul, leggyakoribb kizárási tényező, hogyha valaki vérszegény. Tehát ott a vérvételen mi eldöntjük, hogy az ő esetében nem lenne alkalmas, hogyha most véradásra kerülne sor, mert vannak kritériumok, hogy milyen vérképérték felett lehet valakitől vért lebocsátani. Egyébként pedig akkor tanácsoljuk, hogy néhány hónap, maximum fél éves kiszűrési idő után ismét próbálkozzon. És hogyha alkalmas lesz, akkor utána természetesen továbbra is lehet rendszeres véradó. Egyébként itt még azt szeretném megemlíteni, hogy nők esetében tanácsos évente háromszor, és többször nem lehet véradásra jelentkezni, férfiak esetében pedig évente 5 alkalommal. A két véradás közt viszont 56 napnak kötelező eltelni, tehát vannak ilyen szabályok, amit be kell tartani. És ami még fontos, nem az egészségi állapotra vonatkozik, és minden egyes esetben felhívjuk a véradóink figyelmét erre, hogy a személyes okmányaikat minden esetben hozzák magukkal, ebbe beletartozik a tajkártya, a személyigazolvány és a lakcímkártya. Ugye azonosítás az erre is szükség. Így van, ez feltétlenül fontos, még ha kisváros vagyunk és ismerjük is egymást, névről is akár, de ezek feltétlenül fontosak. És akkor most odafordulunk egy önkéntes véradóhoz, hogy ön, amikor először ment vért adni, mindez önnél volt-e, és azokon a szűréseken átesette és megfelelte? Hát amikor én először adtam vért, akkor ezekre nem volt szükség, mert katonaként került sor az első véradásomra. Elég régen, mert 18 éves korom óta vagyok rendszeres véradó. Egyébként amikor nem katonaként, akkor igen komoly megelőző vizsgálatokra kerül sor, és minden alkalommal ezen a procedúrán át kell esni ahhoz, hogy valaki vért tudjon adni. Tehát mondjuk mondhatjuk azt, hogy már 50, több mint 50 fele van annak, hogy részt vett véradásokon. Igen, több mint 50. A katonasság ideje alatt ön önként vállalta? Vagy ott úgymond kötelező volt? Nem volt kötelező. Önként vállaltuk, kaptunk érte a jutalomszabadságot, amit aztán nem tudtam kivenni, de ez teljesen önkéntes dolog volt. És azóta is rendszeres, miért vállalja? Hát egyszer volt egy szülői példamutatás, édesanyám is rendszeres véradó volt, és én úgy gondolom, hogy ez nem egy akkora áldozat, amit ne lehetne meghozni, azért, hogy másokon segítsünk. Egyébként én úgy tapasztaltam, hogy jó élettani hatása van, tehát utána az első nap egy kicsit álmosabb vagyok, de utána napokig, sőt egy-két hétig is sokkal frissebbnek érzem magam. Milyen feltételek, illetve egy véradás után, bocsánat, akkor visszafordulok doktornőhöz, hogy a véradás után, ugye ahogy az úr is említett, egy kicsit fáradékonyabb volt, mennyi idő, amíg ez a levett vér újra termelődik? Hát ez 30 nap alatt teljes mértékben termelődik újra, úgyhogy számottevő vérkép eltérés nem fog kialakulni. Kezdetben ugye folyadékhiány is okozhatja ezt a kellemetlen érzést, a fáradékonyságot, de ezt a megfelelő étkezésre, folyadékbevitellel abszolút lehet pótolni, tehát ettől senkinek nem kell tartani, hogy hónapokig kellemetlensége lesz. Sőt, inkább még előnyös is. Így van, az esetek nagy részében gyakorlatilag nem veszik észre a véradók, hogy ők most túl vannak egy véradáson. És miért is jó a szervezetnek a véradás? Mert az úr is említett, hogy sokkal frissebbnek érezte magát utána. Ez egy kicsit talán bonyolult kérdés, mert nem elsősorban azért szervezzük a véradást, hogy a donorok szervezetének jobb közérzete legyen, mert általánosságban nem mondható el, hanem
azzal a céllal szervezzük, hogy a beteg embereken, akik vérhiánnyal küzdenek, és segíteni tudunk műtéti beavatkozás vagy egyéb vérvesztés kapcsán, ennek ez a célja. Most abban az esetben, hogyha valakinek esetleg olyan vérképeltérése van, hogy sok a vörös vérsejtje, és ajánlatos neki a vérlebocsátás, ezt sajnos nem tudjuk használni, nem lesz alkalmas a vére arra, hogy más embertársain segítsen, mert más olyan paraméterekkel rendelkezik az a vörös vérsejt, ami nem adható be. Igazából terápiás haszna csak azokban az esetekben lenne, de akkor viszont nem alkalmas. Őket eleve már el is szoktuk tanácsolni, tehát egy bizonyos érték felett van a vörös vérsejt száma, akkor eltanácsoljuk, mert nem tudjuk hasznosítani azt a vért. És melyik a legkeresettebb vértípus? Vércsoport? Általában a negatív vércsoportok, és AB negatív, null negatív, ami a legkeresettebb, és leggyakrabban abból alakul előidézőjelbe hiány, mert azért mindig vannak vérkészletek, de az okozott néha gondot. És egy-egy véradás alkalmával lehetőség van arra is, hogy megmondják, hogy kinek milyen a vércsoportja? Igen, természetesen az ott vércsoport meghatározás történik, anélkül nem is vehetjük le a vérét. Hát aki pedig már régi vérad, az tudja is, hogy milyen vércsoportban tartozik, mert automatikusan kiadja a gép az ő vércsoportját. Minden paraméterével együtt azt is, hogy életében hányszor, hol, mikor adott vért. Gyöngyvér, itt Nagyatádon, illetve a környékben rendszeresek a véradók, illetve a lakók aktívak? Igen, tehát el lehet mondani, hogy rendszeresek a véradók. Meg úgy vettem észre, amikor ide kerültem, akkor a heti terv 12 volt, tehát keddenként bent a véradóban, hogy úgy örültünk, amikor már 13 ember sikerült meggyőzni arról, hogy jöjjön vért adni, és örülünk neki, hogy most már úgy kialakult, hogy közel 30 fő meg szokott jelenni keddi napokon. Úgyhogy lehet, hogy a hirdetések, meg azért személyes megkeresés, és ezek segítették azt, hogy ilyen szépen fölment a számuk keddenként, illetve az ifjúságot is meg lehetett győzni, tehát ugye, aki 18 éves elmúlott, hogy ők az elején azért jönnek, mert nem kell akkor aznap iskolába menniük, viszont a 90% után a rendszeres véradó marad. De azért még biztatjuk őket mindenképpen. Igen, arra, tehát várjuk őket, igen, hogy jöjjenek a véradóba. Illetve még arra nagyon jó a véradás, hogy ha valakinek bármi olyan gondja van, akkor azt kimutatják. És akkor, amire nem is gondolt, olyan betegség előjön, és így kiderül, hogy gond van vele. Tehát egy kontroll is, tehát a rendszeres véradóknak mondjuk ez egy kontroll is, én úgy gondolom. Ilyenkor érdemes beszélnünk a másik szervezetekről is, akikkel jó kapcsolatot ápoltok, ugye is oda-vissza alapon tudtok együtt dolgozni. De többször szerveztetek már olyan véradásokat, ahol különféle szűrésekkel kombináltátok össze, hogy még többen legyenek. Igen, igen. Ezt azt mondanám, hogy az elején működött, de utána már nem. Tehát ez a szűrővizsgálat, tehát az emberek egy kicsit... Amikor első alkalommal volt, akkor meg lehetett fogni az embereket ezzel, de utána már nem, a szűrővizsgálattal. Tehát most már azt veszi észre az ember. Nem érdekli hogy őket, igen, hogy az tehát, egészségük igen, úgymond. Igen, igen, vagy nincs idejük rá, vagy úgy gondolják, hogy akkor azt az egy órát, amit az egész igénybe venne, de ez maximum egy óra, tehát hogy a szűrés meg a vérvétel és nem. Tehát nincs igény rá, tehát én azt mondanám, hogy úgy lehet. Pedig fontos volna. És amúgy mennyi időt vesz igénybe egy véradás? Az elejétől mondjuk a végéig. Maximum fél órát. Úgyhogy időt kell szakítani, ugye? Mi önkéntes véradóként mindenkinek arra, hogy egy fél órát tegyen az ön és a másik egészségéért. Pontosan, illetve évente 2-3-4 alkalommal az alapvizsgálatokon így átesünk, és van egy megnyugtató visszajelzés az egészségi állapotunkról. Fordult elő önnek, hogy egy szűrés alkalmával, egy véradás alkalmával derült ki, hogy valami nincs rendben? Nem, hála Istennek. Ne is forduljon elő. Elsősorban ugye még a beszélgetésen beszéltünk arról, hogy nagyon fontos beszélnünk egy július 20-ai rendezvényről, ugye egy nagyszabású véradásra kerül sor itt a városi strandon.
Szerintem most önhöz fordulok, hogy akkor egy kicsit beszélgessünk erről a rendezvényről, hogy mit kell tudni, mi az apropóját, azt tudjuk, hiszen vérre van szükség. Így van. Ez július 20-án a Városi Nagy Strandon kerül megrendezésre. Három megye összefogásával rendezzük ezt a nagyszabású véradást, az Országos Vérellátó és a Magyar Vöröskereszt szervezésében. Kaposvár, Szekszárd, Pécs, Dombóvár és Nagyatád város vesznek ebben részt egy ugyanazon napon, tehát három megye, öt városa fog össze azért, hogy egy eredményes véradást tudjunk ezen a pénteki napon létrehozni. Erre pedig azért van szükség, mert a nyári szabadságolások idején azért észrevehetően lecsökken a véradók száma. Nekünk viszont gondoskodni kell megfelelő mennyiségű vérről, hiszen a kórházakban tovább folyik a munka, betegek továbbra is vannak, és ugyanannyi mennyiségű vérre van szükség. Próbálunk olyan megmozdulásokat, rendezvényeket szervezni, ahol több embert tudunk megmozgatni, és tudunk hatni az önkéntes véradókra, hogy segítségnyújtás szempontjából ilyen nyári időszakban is, amikor legtöbb ember a szabadságát tölti, tudjon eljönni és segíteni. Esetleg egy olyat lehetne például, hogy van egy műtét, ahol szükség van vérre. Egy nagyobb műtétnél mennyi egység vért szoktak elhasználni, hogyha szükség van és vért kell? Nagyobb műtétek általában az ortopédiai baleseti sebészeti műtéteknél szokott előfordulni. Hát esetektől függ, de mondjuk egy csípő protézis műtéthez 3-4 egység vérre is alkalmanként szükség lehet. A műtéti technológiától függően. Ilyen esetben már vannak olyan intézmények, ahol eleve azt kérik, hogy a beteg a saját vérét, egy tervezett műtétről van értelemszerűen szó, a saját vérét veszi le, amit úgy hívunk, hogy autotranszfúzió, és ezt ő viszi szépen magával a műtétre. Ebben az esetben viszont csak 2 egység vért lehet ettől a betegtől levenni, aki aztán a műtét során a saját vérét kapja vissza. Ennek nagyon sok előnye van, mert hisz akkor biztos, hogy semmiféle szennyeződés nem történhet, csoportbeli eltérés amúgy sem történhet. Ez egy vérkimélő technika tulajdonképpen, és a beteg szempontjából meg veszélytelen. Olyan esetekről is lehet hallani nagyobb városokban, a nagyobb intézmények működnek, és tényleg tucatjával naponta történnek a nagyobb műtéti beavatkozások, hogy amennyiben ő nem alkalmas, a közvetlen hozzátartozóit kérik fel, hogy segítsen 3-4 egység vér levételével, és akkor ilyenkor szülők, testvérek jelentkezhetnek önkéntes véradásra, és ebben az intézményben leveszik a családtagok vérét. A 20-ai rendezvényen ugye elsősorban a véradás a fő cél, de úgy hallottam, hogy azért programok is lesznek. Tehát ez a zenei program lesz, illetve mindegyik városban, ahol megtartják ezt a véradást, ott lesz program, illetve minden véradót gulyáslevessel, pogácsával, kaláccsal fogunk megvendégelni, illetve kapják az 500 forintos utalványt, amit egy rendes sima véradáson is szoktak kapni, illetve egy szelet csokit. Minden véradó fog kapni egy teljes napra szóló ingyenes belépőt a Városi Strandra, amit a strand nyitvatartási idejében bármelyik napon igénybe tud venni. Szponzorokat kerestem, mert szerettem volna, hogy még legyen kisorsolva ajándék a véradók között. Itt nagyon pozitív tapasztalatért, tehát nagyon jól esett, hogy az emberek, ha véradásról van szó, akkor nagyon pozitívan állnak a dolgokhoz, úgyhogy elég szép számmal most már ajándékok is összegyűltek, amik ki lesznek sorsolva majd a végén a véradók között. Akkor nem csak a véradók aktívak, hanem a segítők, a támogatók. Igen, is. Igen. Itt ilyennek nagyon örülök. Azt így lehet tudni, vagy ilyen számszerű adat van, hogy itt a térségben melyik a leggyakoribb, vagy a legritkább vércsoport? Ahogy a főorvosnő már elmondta, a null negatívos és az AB negatívos, ami a legritkább. Aztán a null pozitívos, abból van. Igen, tehát attól függ, hogy milyen a kereslet. A pozitívos, a kórházak intézmények részéről. Van.
De akkor mindenkit arra biztatunk, hogy részt kell venni ezen a véradáson 20-án. Ön részt tud venni ezen a véradáson? Természetesen. Úgy lett most időzítve, hogy akkor ott tudjon lenni, így van. Igen. Hány órától, hány óráig? 13-tól 17 óráig lesz. Segít valamilyen szervezetként? Mert azért úgy gondolom, hogy ha már ennyi minden értéket, ajándékot felkínáltok, akkor azért nagyon sokan lesznek. Az önkénteseim segítenek, tehát Vöröskeresztes önkéntesek, akik segítik majd. És a vérvételnél pedig a vérrel látónak a munkatársai? Igen, persze, vérrel látó. Mi is megerősített szolgálattal megyünk ki, mert az állandó asszisztenseken kívül a laboratóriumból is kérünk segítséget, mert arra számítunk, hogy elég nagy számban fognak megjelenni a segíteni akarók. Hát úgy legyen. És a levett vérekkel mi fog történni? Hova kerül? Pécsre? Oda gyűjtik össze? Igen, ez minden esetben úgy történik, hogy órapontossággal egyeztetve van, hogy mikor ér véget nálunk a véradás óra szerint. A Pécsre elindítják a személygépkocsit, ami pontos időre érkezik. Visszaszállítják a pécsi régióba ezeket a levett véreket, és már onnét aznap éjszaka történik Budapestre az országos vérellátókba a vérek beszállítása. Ott történnek meg ezek a szűrővizsgálatok, amit itt a kedves véradónk is említett, hogy bizonyos betegségekre ugye szűrik ezeket a véreket. Ez még aznap éjszaka megtörténik, és feldolgozásra kerülnek ezek a vérek. Tehát itt nagy üzem van éjszaka, amikor nappal mi véradást adtunk, akkor a véradó központokban nagy üzemben dolgoznak egész éjszaka ezeken a véreken, hogy alkalmassá tegyék arra, hogy megkaphassák a betegeket. Előfordult olyan, hogy a Nagyatádi Kórházban, illetve az önök segítségére volt szükség ahhoz, hogy hamar gyorsan, mert vérre van szükség? Minden esetben ki tudjuk elégíteni az igényeket. Megfelelő vérraktárral rendelkezünk, előírás szerint minden vércsoportból bizonyos egységű vért állandóan raktározunk, és ezeket cseréljük, hogyha a lejárati idő közeledik, de hogyha valakinek akár ellenanyag van a vérében, és nem tudunk találni a mi vérraktárunkból megfelelő vért, akkor vérkeesés történik a pécsi véradóközpontban, amikor a beteg vérét küldjük el, és annak megfelelően számára speciális vérkeesés megtörténik, és azt egy nap alatt le tudjuk bonyolítani. Ezek általában nem sürgős véradások, hogyha ilyen jellegű dologról van szó, de minden esetben az akut vérproblémát is ki tudjuk elégíteni. Ebből még nem volt gond, hogy valaki nem kaphatta volna meg, mert vagy Pécsről, vagy Kaposváról beszerezzük. Tehát ez meg van szervezve, akár két órán belül is tudunk Kaposváról vért kapni, ott nagyobb vérraktárral rendelkeznek, de számukra is megfelelő. Ezért jó és fontos az együttműködés, igaz? Így van. Gyöngyvér felsorolta, hogy mennyi mindent kapnak azok, akik részt vesznek ezen a véradáson pénteken délután, de mi történik azokkal, akik először szeretnének menni, és félnek attól a tűszúrástól? Hogyan biztassuk, bátorítsuk őket, hogy nem kell félni, függetlenül attól, hogy én is nagyon szeretnék vért adni, és már el is mondtam egy párszor, csak előbb el kéne, hogy altassanak, mert nem bírom. De akinek van bátorsága, és szeretne részt venni, és szeretne segíteni, akkor ön, mint tapasztalt, mit mond? Nem kell félni. Hát félni egyáltalán nem kell, egy átlagembernek ez kis tűszúrásnál több kellemetlenséget nem okoz. Akinek a vérlátványa problémát jelent, az meg ne forduljon oda, ne nézze, hanem keressen valami más látnivalót a környéken. Gyöngyvér, egy záró gondolatként én arra kérlek, hogy azért te is hívd fel a figyelmet arra, hogy lesz ez a rendezvény, és hogy minél többen, akik viszont pénteken délután dolgoznak, vagy egyéb elfoglaltság miatt nem tudnak részt venni, azok mikor és hol érnek el benneteket? Legközelebb, akár vidéki helyszínen, ha már van előre kiszemeltetek, akár pedig itt Nagyatádon. Jó, hát én is mindenkit meg szeretnék kérni, hogy aki teheti és bátorságot érez, hogy jöjjön el a 20-ai rendezvényünkre, hiszen ott meg fogja látni, hogy mennyi ember részt fog venni, és lesznek első véradók, hiszen már voltak, akik jelezték nekem, és akik nem adtak vért, hogy el fognak jönni erre a rendezvényre, és azért, hogyha ott látják a több véradót, akkor azért bátrabban indulnak el az emberek azon az úton, hogy adjanak vért. Akik viszont nem tudnak eljönni 20-án délután a Városi Strandra. Minden héten, kedden 8 órától 15 óráig bent a véradó állomáson van.
véradásunk. A vidéki véradások azok meg vannak hirdetve, most a legközelebbi, az 19-én lesz Somogyszoban, az 13-tól 16 óráig. Tehát akkor a helybeliek mellett azért vidéken is felfogtok majd. Persze, vidéken is feltűnünk. Meg sokan vidékiek itt dolgoznak a tádon, és itt jönnek el vért adni a véradó állomásra. Köszönöm szépen, hogy elfogadták meghívásunkat, és hogy mindezt megosztották velünk, és akkor kívánom, hogy minél több egységvér összegyűjjön ezen a péntek délutánon. Köszönöm szépen. Mi is köszönjük. Folytassuk tovább adásunkat. Ma esti második társalgunkban vendégem ifjabb dr. Herr Gyula, az Ironman verseny főszervezője. Jó estét kívánok, szervusz! Jó estét kívánok, és köszöntöm a nézőket is. Július 28-án lesz a verseny, mondhatjuk azt, hogy alig egy hét van hátra, és elindul az élet, az az igazi nagy hét, hiszen ugye beindul az élet, jönnek a versenyzők. Egy kicsit egy korábbi programotokról kell, hogy beszéljünk először, hiszen talán egy hónap ezelőtt volt az Ironman tábor, amit első alkalommal szerveztetek meg ebben az évben. Mi volt a célja ennek a tábornak, és kik vettek részt rajta? Klokkó Peti a tavalyi verseny eredményhirdetését követően odafordult hozzám, és azt mondta, de Gyuszi, ezeket az versenyzők, ezeket nagyon becsül meg, ezek iszonyatosan jó, ez egy hatalmas család, és ezt ennek a családnak csináljatok rendszeresen programokat, edzőtáborokat, tartsátok össze ezt a közösséget, mert ez egy óriási érték, óriási erő. És hát ennek próbáltunk megfelelni, és meghirdettünk egy Készülj velünk a jövő évi Ironman-re programot, amelyet egy közösségi oldalon szerveztünk meg több mint 300 résztvevővel, és ennek a programnak a részeként edzőtáborozási lehetőséget, felkészülési tanácsokat adunk a versenyzőknek, így szinte zárásként, vagy az utolsó felvonásként, egy főpróbaként Nagyatádon egy féltávú Ironman versenyt is rendeztünk, amire egy edzőtáborral készültünk. És teljesen véletlen, és én nem hiszek egyébként a véletlenekben, hogy ezen a felkészülési versenyen, ezen a féltávú versenyen, amin egyébként nagy örömömre én is el tudtam indulni, mint szervező, ugyanúgy 33 résztvevő volt, és ugyanúgy 33 versenyző indult, mint a legelső nagyatádi Ironman versenyen. És hogy sikerült akkor ez a fél Ironman, mert akkor ez még csak fél volt. Ugye, ha jól emlékszem, akkor volt az, hogy olyan nagyon meleg volt. Hát a jóisten rendesen befűtötte az nap, ez így igaz. 35 fokban teljesítettük itt a távokat, jégényesen még az úszás az remek volt, 2500 méter úszás várt ránk. Aztán 110 kilométert kerékpároztunk, itt már azért lehetett érezni, hogy egy jó kis katlan lesz. Majd a klasszikus Ironman pályán, tehát itt a parkban és az Rínyi utcán róttuk a köröket. Összesen az volt a feladat egyébként, 2 órán keresztül fut mindenki a saját tempójában. Hát ott már azért elkelt jócskán a frissítő és a légiós sapka is. És utána gondolom azért beszélgettél a résztvevőkkel, hogyan értékelték magukat, eredményes volt, mint a tábor, mint az a nap felkészülés szempontjából sikerült mindent megvalósítaniuk, amit szerettek volna? Azt hiszem, a tábor elérte a célját, mert mindenki egyrészt közelebb került a másikhoz, másrészt a másiktól nagyon sokat tanult. Én a versenyzőktől, a versenyzők talán tőlünk, és megtapasztalhatták azt a talán máshol nem érezhető atmoszférát, mint amit itt a kemping, nagyon köszönjük a kemping vezetőjének a hozzáállását, aztán a szállásadók maximális mindenben segítettek, tehát mintha már az Ironman varázsa egy picit beköltözött volna a lelkekbe, szívekbe, és azt kell mondjam, hogy nagyon jól sikerült a táborunk. És a nevezés már lezárult, ugye jövő hétvégén lesz a verseny. Egy kicsit az adatokat hozzuk meg a nézőkkel, hiszen ha jól tudom, akkor megint rekord született mindenhol. Hát büszkék vagyunk erre, hogy Magyarország az egyetlen verseny az, a miénk, ahol soha nem volt még kevesebb résztvevő, és az az érdekes, hogy a résztvevők száma nem lineáris, hanem most már szinte exponenciálisan növekszik. Tavaly évben ugye 470-en vették fel a rajtszámot, előtte évben léptük át a bűvös 400-as határt, most pedig megostromoltuk a 600-as létszámot.
több mint 570 egyéni versenyzőt regisztráltunk, és ennél talán még örvendetesebb, hogy milyen sokan tapasztalták meg azt, hogy a legjobb dolog a világon fölállni a karosszékből és elindulni, mert az Ironmannek ez a szlogenje, az út maga a cél. A verseny az csak egy ünnep. Ez az egész egy életforma, és az út maga a cél. Ennek az első lépése, hogy elinduljunk esetleg egy váltóban, megismerjük ezt a szellemiséget, és aztán onnan már bármi lehet, akár Ironman egyéni teljesítése is. Több mint 800 versenyző fog indulni váltóban, 250 váltó jelezte a részvételét. Ugye, ahogy dr. Litavec Anna is mondta, hogy Nagy Atádi tiszt, hogy itt fertőződött meg ezzel, akkor ezek szerint sokan voltak, akár tavaly is, akik itt fertőződtek meg ezzel a versennyel. Igen, teljesen jellemző adat, hogy tavaly az Iron Smile kategória két hölgy versenyzőjén, akik ugye váltóban, Iron párban indultak, ketten csinálták meg az Ironman-t, az volt a fő díjuk, ha akarnak, akkor idén egyéniben a verseny meghívja őket, és a nevezési díjukat a szervezőbizottság átvállalja. Természetesen mind a ketten itt vannak egyéniben. És ugye akkor a váltók mellett, akkor akik egyéni váltók, ugye vannak díjazottak, és vannak még egyéb kategóriák, Iron Family, és a többiekre, és őrőlük is mondjunk egy pár mondatot. Igen, népszerű tehát a váltóverseny, és kitalálunk különböző összehasonlítható dolgokat. Van ez életmódváltó, itt nincs megkötés, hogy hányan csinálják, legalább kettő, hiszen váltóban ahhoz legalább kettőnek kell indulni. Illetve van olyan, hogy a Barcsi triatlon szakosztályból 17-en indulnak a verseny, és jönnek és ünnepelnek velünk. Az én úszom, te kerékpározol, ő fut kategória, az UNED díjazott váltó, hiszen itt lehet összehasonlítani a teljesítményeket, ők is népszerűek, vannak vagy 52-en. Igen, és ugye tavaly beszélgettünk, aki a chipes rendszert irányítja, ugye az Evochip Hungary Kft. Ugye ők is elindultak, és már, ha jól tudom, akkor többedik alkalommal idén ők is beneveztek, vállalták? Nem, mert idén egy nagyon komoly feladatra próbálunk összpontosítani, aminek a részleteiről még nem is tudom, hogy merjek-e nyilvánosan beszélni. A lényeg az, hogy iszonyatosan felgyorsult az adatközlés sebessége már a szélessávú internet lehetőségeivel, és tavaly ugye az történt, ha valaki az egyik versenyző átment az egyik chipszőnyegen, és ő megadott egy telefonszámot, akkor erre a telefonszámra egy SMS értesítés érkezett, hogy itt vagyok már Ötvöskonyban vagy Belegen, hamarosan érkezem, várjatok. Vagy itt vagyok, az utolsó kilométeret kezdem, lehet bontani a pezsgőket, mert hamarosan Ironman leszek. Ilyen és ehhez hasonló üzeneteket írtunk, idézőjelbe teszem ezt, a versenyző által megadott mobiltelefonszámra. Idén pedig még egyet lépünk, és a Facebookra fog ugyanez megérkezni, és ahányan lájkolják annak az illetőnek az oldalát, hát bizony azt el lehet képzelni, hogy ez micsoda exponenciális információ robbanást fog. És ennek az előkészítése bizony most minden energiáját leköti az Evochip Hungary csapatának, így ők idén nem mernek leindulni a versenyen. És ha már beszéltél az újításokról, akkor szerintem kezdjük el szépen felépíteni a versenyt, de nem is a szombattal kezdenénk, hanem egy kicsit korábban már, hiszen már van, aki az egész hetet itt tölti a városban, ugye jövő hétről beszélünk. Mi az, amikor először elkezdődik számotokra az az igazi nagy munka? Ugye gondolok itt a szerdára, amikor már a célkapunál, illetve a központ már állni fog. Igen, valóban nagyon örvendetes az egyébként, hogy sok család úgy tervezi a nyári szabadságát, hogy ennek a kiemelkedő eseménye lesz a Nagyatádi Ironman, és előtte egész héten itt edzenek, itt aklimatizálódnak a városban. Köszönjük a városi strandnak a segítséget, hogy évről évre a versenyző karszalagjuk felmutatásával szabadon be tudnak menni napközben a gyönyörű, azt gondolom, hogy Európa egyik legszebb strandjára, és ott abban a kékvízű medencében az által nekik föntartott sávban edzhetnek. Érzik a versenyzők, hogy foglalkozunk velük, törődünk velük, és kell többek között a városi strand zseniális hozzáállása ehhez az eseményhez. A versenyzők pont ebben a táborban mondták el nekem, hogy Gyuszi, itt vagyunk egész héten, adj nekünk lehetőséget, találkozási pontot, olyan szépen le tudnánk ülni egymással kicsit beszélgetni, hiszen egész évben nem találkozunk, erre az ünnepre várunk, a mi ünnepünkre, és ennek próbálunk már szerdai napon megfelelni, szerdán felépül
a versenyközpontnak az a része, amit mi úgy hívunk, hogy Athletes Garden, tehát a triatlonisták kertje. Ez a Tanuszoda parkolójában lesz felépítve, ahol közel 500 versenyzőt tudunk majd leültetni a verseny napján és utána, egy kis rillezésre, tésztapartira. Ez már szerdán este áll, és várjuk majd ide a versenyzőket, és biztos vagyok benne, hogy nagyon jó hangulatú beszélgetések lesznek már szerda este is. És akkor csütörtökön egy kicsit azért sport, ha már versenyről van szó, ugye megteszitek azt a bizonyos kört, amit minden évben most már hagyományosan megtesztek. Mikor lesz ennek az időpontja, és hogyan készülhetnek rá, mint a versenyzők, mint a nagyatádiak, hiszen valahol őket is hívjátok erre, akinek kedve van. Igen, hát azért el kell mondjuk, hogy az utolsó hét az már nem az edzésről szól. Azt szoktuk mondani, hogy a versenyzőnek mindig igaza van, tehát ilyenkor annyit edz már, nincsenek edzői utasítások, amennyit gondol. Én is Tóth Gábornak, a nagyatádi talán legjobb versenyzőnek azt mondtam, hogy Gábor, az utolsó hét az már rád van bízva, én nem írok neked elő már semmit. És éppen ezért inkább már itt egyfajta feszültségoldás lesz ez a bizonyos csütörtöki felvonulás. Egyrészt megmutatjuk magunkat, hogy ilyen sokan itt vagyunk a városban. A Tanuszoda parkolójában a célkapu mellett találkozunk délután 5 órakor. Sok szeretettel várjuk egyébként az érdeklődő nagyatádiakat is. Egy 5-6 kilométert gurulunk itt együtt a városban, egészen lassú tempóval. Viszonylag lassú tempóval elmegyünk a kiskörnek az első részére, a Belegi fordítóig, majd egészen Segesdig. Aztán itt megfordulunk, és az utolsó 10 kilométeren, így azért mert szabad a gazda, ott egy kicsit a versenylovaknak már, hogy úgy mondjam, kiengedjük a kantárait, és egy nagyobb tempóban érkezik vissza a mezőny, de itt is inkább a hangulat a lényeg, nincs verseny, nincsenek sprintek, hanem egy picikét felpörgetjük, hogy érezze mindenki, hogy az adrenalin rendben van, és minden a helyére került. És akkor a pénteki napról, amikor egy kis tudomány és az ünnepés megnyitóra kerül sor? A verseny nevezési irodájának és a Triathlon Expo-nak csütörtök és a pénteki napon a Nagyatádi Adrián Endre gimnázium ad hagyományosan helyt. Nagyon-nagyon jó helyszín, nagyon jó ott dolgozni. És itt csütörtökön délután 13 órától, illetve pénteken reggel 9 órától egy Triathlon Expo-val várjuk teljes Nagyatádot. Érdemes belátogatni, mert ilyen csodaparipákat, vagy ilyen csodakerékpárokat, mint amit az Expo területén lehet látni, ritkán lehet találni. És ennek az eseménynek valóban egy kiemelkedő pontja az, amikor arról beszélgetünk, hogy hogyan lehet túlélni ezt a versenyt, hogyan lehet erre egyáltalán felkészülni. Nagyon neves előadóink vannak, hagyományosan Kindl Gábor és dr. Zakariás Géza. Gábor egyébként, Kindl Gábor 20 évvel ezelőtt nyerte meg a Nagyatádi Ironmant, 20 év után tért vissza ide, a verseny egyik titkos esélyesének kell, hogy mondjam, mert ő aztán mindent tud a triatlonról. Az ő előadásának címe jogosan kapja fel aztán mindenki a fejét. Volt egyszer 20 évvel ezelőtt egy triatlon. A régi triatlon emlékek mellett mindig mond olyan üzeneteket a versenyzőknek, amiket érdemes megfontolni, a higításról, a frissítésről, a hűsítésről, tehát sok minden dolog. És Zakariás Géza pedig mindig a legérdekesebb momentumokat emeli ki az Ironmanből, hogy mik azok az apró dolgok, amiken múlhat egy Ironman sikere vagy kudarca. Mivel emlékszem, tavaly arról beszélt, hogy esőben versenyezni, és lám-lám, a végén mégis volt, akinek esőbe kellett befejeznie a maratoni távot. Igen. Gézának tavaly én súgtam, hogy te lehet, hogy a holnapi napon eső lesz, légy szíves, arról is beszél, hogy triatlonozunk esőben is, és hát reméljük, hogy idén azt kéne neki mondani, hogy Géza arról beszél, hogy milyen egyszer egy jó időben triatlonozni Nagyatádon. Nagyon jó lenne egy jó idő ehhez a versenyhez. Hát akkor súg meg neki, légy szíves, és akkor talán nem fog esni, mert ugye mondtuk, hogy ha Nagyatádon Ironman, akkor tudja, hogy esik az eső. De talán idén nem fog. Hát az elmúlt 23 évből legalább a felén volt eső, aztán ha nem volt eső, akkor nagyon meleg volt, tehát az időjárás az hogy úgy mondjam, igyekezett hozzátenni a verseny nevéhez, hogy extrém körülményeket teremt mindig a versenyzők számára, de a versenyzők elszántak, vidámak, mint ahogy egyébként ezelőtt 3 hete a felkészülési versenyünkön is, a 35 fok ellenére itt csak mosolygós és bátor embereket láttam a pályán, nagyon jó volt közöttük lenni. Én ugyanezt várom
a jövő hétvégén is, hogy minden körülmények között ők helyt fognak állni és ünnepelnek. Ha ehhez az időjárás is segít, azt meg külön köszönjük. Akkor pénteken este lesz egy ünnepélyes megnyitótok. Igen, természetesen. 19 órakor, ahová szintén ugye vártok mindenkit. Hát, ha egy gombostűt még le lehet dobni olyankor a gimnáziumban, hiszen itt egy hagyományosan, egy dörgő tapssal fogjuk elkísérni az első Ironman-jükre készülőket, így ugye Wittmann Tomát és Szakonyi Petit is. Azt hiszem, aki tudja mi az, hogy Gänsenhaut vagy Libabőr, hát ott megtapasztalhatja. És akkor szombaton kerül sor a versenyre. Ha már beszéltél a nagyatádi versenyzőkről, akkor egy pár mondattal először a mieinkről beszéljünk, hogy kik azok a nagyatádiak, akiknek külön figyelmet kell szentelni ezen a napon, szombaton, és akkor magáról a versenyről is, hogy hogyan fog majd zajlani a menet. Igen, ugye tavaly már Miklós bácsi, hogy úgy mondjam, médiasztár lett, mert az RTL klubtól kezdve a Magyar TV-ig sokan kérdezték, hát hogy lehet az, hogy egy 70 éves ember a nagyatádi Ironman-en célba ér. Hát idén Miklós bácsi 71, tehát már fiatalodott újra egy évet. Jobbak az eredményei, mint tavaly. Én nagyon bízok benne, hogy idén is ő sikeresen fogja teljesíteni ezt a versenyt. Ővele kellett kezdenem, hiszen ő a csapat doenje. És akkor legfiatalabbat, ha említsem, ő pedig Wittmann Tamás, a maga 20 évével most tette le a sikeres érettségét. Nagyon szurkolok Tamásnak. Ugye ő volt az, akinek elnök úr egy kerékpárral kedveskedett, amikor itt járt. És debütálni fog Szakonyi Péter barátom, aki nagyon készül, és nagyon üde színfoltja lesz szerintem a versenynek, a maga turbányával, a maga jókedvével. És talán a legprofibb közöttünk a nagyatádi edző, akit nagy örömömre sikerült hazahívni Pécsről, és a triatárnak és a nusénak is most ő tartja az úszó edzéseit, remélhetőleg majd a triatonos edzéseket is, Tóth Gábor, akit én csak csendben egy nagyon komoly favoritnak is érzek, és ha kijön a lépés, és miért ne jön neki, hiszen nagyon akarjuk valamennyien, akkor Gábor egy remek futóidővel kellemes perceket fog szerezni az egész nagyatádi közönségnek. Szombaton reggel a rajt ugyanúgy ékényessel indul, ha jól tudom, 7 óra 25-kor, de nem vagyok benne biztos, most segítsél, légy szíves, tehát olyan 7:30 körül fog elrajtolni a mezőny. Ékényessel indulunk a távokról, és akkor a menetről, hogy lesz-e változás, a megszokott útvonalon haladnak majd a versenyzők, vagy változtattatok rajta? A ékényesi rajt 7 óra 25, 6 órakor kezdődik a úgynevezett rajt ceremónia, azokkal a zenékkel, amelyek bizony megint csak, hogy úgy mondjam, Libabőrt fognak csalni mindannyiunknak a hátára. Én mindig az ágyú mellett elmorzsolok csendesen egy könycseppet, hogy én nem vagyok a versenyzők között. Nekem ott lenne a helyem, de hát nem lehetek, mert hát valakinek fogni kell a szálakat. Pláne amikor már a Final Countdown megy, hát akkor nagyon nehéz, hogy úgy mondjam, józannak maradni. 7 óra 25 előtt néhány másodperccel, amikor megszólal a Amerika felfedezése Vangelisztől, akkor Gábor atya derékig bemegy a vízbe és megáldja a népet. Hát figyelmeztetjük majd az atyát, hogy most idén nagyon gyorsan mélyül a tó, nehogy véletlenül baleset történjen. Közel egy métert ment egyébként lejjebb a vízszint. Az áldás után a mezőny már nagy része már kerékpározni fog akkor, amikor 8 óra 55 perckor a váltók rajtja következik. Erre azért van szükség, mert egyszerre nem lehet a vízben több mint 600 ember, egyszerűen balesetvédelmi szempontból, nekünk a biztosítás szempontjából úgy kellett kitalálnunk a rajtokat, hogy ez így jöjjön ki. Kérdezted a kerékpározás útvonalát, nem változott. Ennél szebb útvonalat nem tudnék elképzelni. Nagyon jó lenne, egyszer a 68-as út minősége is ehhez adott lenne, mert akkor azt gondolom, hogy igazi európai versenyt tudnánk rendezni. Sajnos a 68-as út az még egy kicsit döcög, de a Párizs-Roubaix is döcögős az út, nagyatádi Ironmanen hagyományosan a 68-as út a befutó, tehát nekünk ezen a versenyen mindenkinek egyformán döcög, úgyhogy így kell versenyezni. És hagyomány, hogy nem nyúlunk hozzá ehhez a csodálatos futópályához, ez így kerek, ahogy van, azzal, hogy itt a parkban többször is áthaladnak a versenyzők, és a park közepén ott van a térzenét szolgáltató zenepavilon, azt gondolom, hogy ez így nagyon jó lesz, egy valódi aréna.
Esélyesekről említetted már Gábort, hogy szerinted nagyon jó időt fog, idő alatt fogja teljesíteni. Kit látsz még? Ugye beszéltünk arról, illetve igen, a felvételet beszélgetünk arról, hogy Joe nem fog megérkezni. Joe nem lesz idén a pályán, Major Joe-ról beszélünk, a 6-szoros nagyatádi Ironman győztesről. Ez a versenynek jót tesz. Mondjuk elmondta más médiában is, hogy idén Joe-nak nagyon komoly feladatokat adtak volna a többiek. Szerintem nagyon felkészült Kis Gyula a tavalyi verseny második helyezettje, hogy idén megrángassa az oroszlán bajszát. De az oroszlán most távol marad, így egymással fognak a kis cicák játszadozni, de vannak jócskán, hatan tudnak stabilan 9 órán belül, vastagon 9 órán belül, közöttük a Nagyatádról induló Bozsó Zoli, a bringa király, aki azt gondolom, hogy egyszerűen fizikát meghazudtolva tudja taposni a pedált. Itt lesz a másik bringa király, a Benő Zoltán, aki több alkalommal is óriási időt kerékpározott ezen a pályán. Esélyesnek tartom a tavalyi harmadik helyzet Vatai Miklóst, aki már kivívta szintén a havai kvalifikációját. Aztán hát itt vannak a többiek is, akiknek a nevét most hadd ne soroljam mindent el, és nagyon bízok benne, hogy amíg egymással ezek a nagy ágyuk csatáznak, esetleg a súranó pályán meglepetést tudunk okozni mi nagyatádiak is. Azért egy-két mondatot a hölgyekről is légy szíves, hiszen azért csak nők is vannak ezen a versenyen. A női egyenjogúságért, igen, meg kell említeni őket. Sajnos a két nagy ágyú nem lesz itt a pályán, mert a hétvégén Halász Anna Mari vívta ki éppen a havai kvalifikációját a Zürichi Ironmanen, és 2 hét alatt ugye nem tud regenerálódni ebből a teljesítményből. Dr. Harsány Zsuzsa pedig sajnos megsérült, így itt is egészen biztos, hogy új bajnoknőt fogunk avatni. Két nagyon komoly név van, akik egyébként akár Harsányi Zsuzsit és Halász Anna Marit is megszoríthatták volna. Elsősorban én Zelinka Gabriálától várok egy nagyszerű teljesítményt, akinek a nevét a triatlonos perkekben azért elég jól ismerik, mert utánpótlás szinten sokáig triatlonozott. Aztán elment pályakerékpározni, tehát a kerékpáros tudása nem romlott ez alatt, tehát tud ő elég jól úszni, meg elég jól futni. Kiderül majd, hogy mit szólnak hozzá a többiek, többek között Laluska Zsuzsa, a Szegedi Titán SC-nek a versenyzője, de van még 32 hölgy, akik, hogy így mondjam, bármikor meglepetést okozhatnak, mert a nők az örök talány mindig. És akkor mondhatjuk azt, hogy 3 órától, szombaton délután 3 órától már lehet gyülekezni a kapuhoz, mert nem lehet tudni, hogy mikor ki fog először megérkezni, igaz? Igen, hát az ember számol, ugye reggel 7 óra 25-kor van a rajt, akkor a 8 óra az ugye 15 óra 25 percnél következik be. Én olyan 8 óra 30-as győztes idővel számolok, tehát az azt jelenti, hogy 4 óra előtt egy pár perccel már tudjuk azt, hogy közeleg hamarosan a bajnok vagy a bajnok, hát bajnoknő valószínűleg nem, tehát érkezik a bajnok 4 óra előtt néhány perccel, és valóban azt szeretnénk, hogy sokan jöjjünk ki ünnepelni, mert utána egészen biztos, hogy nem kell sokáig várni sem a második, sem a harmadik helyzetre, és nagyon bízunk benne, hogy a legjobb nagyatádira sem kell majd sokáig várnunk. És érdemes már egészen korán kilátogatni, ugye gondolok itt a délelőtt folyamán, amikor egyéb kísérő rendezvények is várnak a nagyatádiakra, illetve az érdeklődőkre, hiszen volt olyan, aki gyékenyesen leúszta a távot, majd bejött, és 10 órakor belevetette magát a nagyatádi medencébe, és leúszta a cetrendet. Ugye kísérő rendezvényként cetrendet is úszhatnak a jelenlévők, illetve az érdeklődők. Igen, hagyományos, hogy a cetrend úszása az Ironman versenynek egyik betétszáma, és szinte hihetetlen, de a 20. évét éli meg a cetrend, idén jubilál a cetrend. Szerintem nagyon komoly érdeklődés lesz a cetrend úszása. Pont azért picit későbbre tettük a cetrend rajtját, hogy azok, akik esetleg váltóban indultak, és még utána van elég erejük, és le akarják úszni ezt a 10 kilométeres medencés úszást, azok is visszaérjenek gyékenyesre, tehát 11:30-kor lesz a cetrend rajtja, és alig, hogy a cetrend elindult, rá 10 percen a legkisebb emberek fogják benépesíteni a futópályát, ővelük avatjuk fel most már hagyományosan a futópályát, ők pedig az Iron Manók, akik tavaly évben több mint 150-en voltak, szerintem nem lesznek kevesebben idén sem.
úgyhogy készülünk is rájuk érmekkel, kulcstartókkal, minden aprósággal, és reméljük, hogy egy nagyon jó hangulatú felvezetése lesz ez majd a futóversenynek, hiszen alig, hogy a manók befejezték, készülhet Orma István polgármester úr, hogy fölvezesse majd a legelső futót a felépített futópályán, várhatóan 1 órakor. Ugye említetted, még korábban a Zenepavilonnál is lesznek rendezvények, helyi együttesek lépnek fel, ahogy tavaly is? Igen, nekem az a véleményem, hogy nem kell, nem lett szólva bármelyik kitűnő magyarországi együttest, gondolok itt a padot, sok-sok tippet kaptam, hogy kiket hívjunk ide a Zenepavilonhoz. Én azt szeretem, hogy itt nagyatádi emberek mutatkozzanak be, és nagyon-nagyon jó hangulatú zenét, akár a Fata Morgana, akár az Acoustic Classroom szerepel, nagyon jó hangulatú zenéket szoktak hozni. Volt olyan év, amikor futás közben az egyik versenyző megállt, kivette Harkály Gyula barátom kezéből a gitárt, és egy szólót ő is levágott, majd visszaadta, és futott tovább. Tehát én azt gondolom, hogy ők együtt élnek a versennyel, együtt szerepelnek a versenyzőkkel, és nagyon jó a hangulat. Biztatok mindenkit, árnyék is van a parkban, jó zene is van, még egy futóverseny is van, van kinek szurkolni. Jöjjenek ki a nagyatádiak, és szurkoljunk együtt a versenyen. Szurkoljunk együtt, és este ugye utcabál hangulatot szeretnénk a központban, ugye gondolom Péter Attila fog erről gondoskodni, ahogy már hosszú évek óta Kremer Zolival együtt. Természetesen több feladatot adtam idén a speakereknek, mint eddig, és nagyatádiaknak is mondom, hogy érdemes felcsatlakozni az ironman.hu oldalon levő live közvetítésünkre, aminek itt a hátfalát is láthatod. 11 órától óránként fog Kremmel Zoli egy rövid számmerit összefoglalót adni angolul, magyarul az oldalon levő live közvetítés egyik ablakában, és itt egyébként stúdióbeszélgetésekre is sor kerül. Tehát Zolinak elég sok feladatot adok, de az utolsó bejelentkezésnek azt mondtam, hogy Zoli, este 8-kor azzal fogsz bejelentkezni, hogy most már nem bírod tovább is mész táncolni, és a parketten lesz a helyünk, amiről, ahogy mondtad, Péter Attila is fog gondoskodni. És még egy nagyon fontos csapatról nem beszéltünk, akik szinte nagyon sokan vagytok, és nagyon régóta dolgoztok már azért, hogy ez a verseny nagyon jól sikerüljön, ez pedig a segítőid, a szervező csapat, akik szerintem több százan vagytok. Szám szerint tudod-e, hányan vagytok, és mik a főbb feladatotok? Ugye gondolom külön blokkokra vagytok osztva, valaki az úszásért, a kerékpározásért és a futásért felelős, és akkor egy-két mennyiségről, hogy mennyit is gyűjtöttetek össze, vagy rendeltetek a dinnyéből, a csokoládéból, az italból, mert azért ez is szép szám. 1500 versenyzőt kell kiszolgálnunk, és ehhez természetesen nagyon komoly szervező is kell. A szervezőbizottság, a szűk szervezőbizottság az 16 fő, ezen belül nem csak úszás, kerékpár és futás, külön szervezőbizottsági tag van arra, hogy az eredményhirdetés úgy sikerüljön, ahogy az eredményhirdetés hangulata úgy sikerüljön, hogy a versennyel kapcsolatos dizájn úgy jöjjön össze. Tehát mind személyre szabott feladatok, ezt próbáljuk meg koordinálni, és amikor a teljes táb összeáll és elindul a dolog, akkor közel 500-an segítkeznek azért, hogy ez az 1500 ember ez végül is sikeresen célba érkezzen. Itt köszönöm meg minden önkéntesnek a segítségét, mert nélkülük ez a verseny nem működhetne. Mennyiségekről még egy pár mondatot, légy szíves. Mennyiségekről. Ugye egyszerű számtan, a 10 000 kalóriát kell a versenyzőnek visszapótolni a verseny során, ennek ehhez kell megfelelő higítás és megfelelő elektrolit mennyiség, tehát folyadék mennyiség. 700 kg banánt rendeltünk ebben az évben, 700 kg dinnyét rendeltünk ebben az évben. Raklap mennyiségeket mondok, 4 raklapnyi energiaszelet vár a versenyzők számára, ezt most mázsában nem tudom megmondani, de a mennyiség az igen jelentős. 2000 liter elektrolit italt keverünk be a kerékpározás során, és körülbelül ugyanennyit a futás során ahhoz, hogy itt a versenyzők is megkapják azt a 10 000 kalóriát, az ehhez szükséges higításokat, és az ehhez szükséges úgynevezett szupplementációt. A nagyatádi lakosoknak egy-két információval is kell, hogy szolgáljunk, hiszen több helyen, több utcában lezárás, forgalomkorlátozásra kell számítaniuk. Melyek ezek, hogy kiknek kell odafigyelniük ezen a napon nagyon? Hát mint ahogy Tour de France alkalmából egész Párizs lezárják, mi azért nem fogjuk egész Nagyatádot lezárni, noha ki lehetne tenni nyugodtan a feliratot a Triathlon City.
azonban a verseny központi részének helyt biztosító Zrínyi utcán, a Zrínyi utcának egészen a Munkás utca és a Kápolna utca közötti szakaszán lesznek megállni tilos táblák. Az Alkotmány utcának a Bocskai úti kereszteződéséig szintén mindkét irányban megállni tilos táblákat fogunk kihelyezni. Felhívnám a nagyatádi lakosok figyelmét arra, hogy ne vezessenek ezek ellen a napokban rutinból, mert ezeket a táblákat már csütörtökön élesben figyelheti a rendőrség. Senkinek sem akarunk kellemetlen perceket szerezni, de szükség van arra, hogy a verseny megközelíthetősége, a versenyközpont megközelíthetősége tisztán látás megmaradjon ezekben a napokban. Tehát Zrínyi utca, Alkotmány utca, Kápolna utca, ezek a szakaszokon tilos lesz a megállás, illetve a verseny napján le lesz zárva a Kápolna utca reggel 8 órától este 7 óráig, illetve a Zrínyi utca délelőtt 10 órától este 23 óráig. E szakaszokon autós forgalomra tehát nem lesz mód. A Széchenyi térnek a Industrii, tehát a templom felüli szakaszán szintén forgalom elterelések, illetve lezárások lesznek délelőtt 10 órától este 23 óráig. Most ezt jó is, hogy mondtad, mert mi is itt vagyunk, hogy figyeljünk oda, nehogy az autóval ne tudjunk majd kiállni, és segítsük a ti munkátokat olyan szempontból, hogy felvétel készül róla, és a nézők is majd megtekinthetik azt a kis összefoglalót. Még egy pár mondatot beszéljünk a vasárnapról, hiszen ugye eredményhirdetése vasárnap kerül sor 11 órától. Szintén nyilvános, szintén várjátok oda a nagyatádiakat erről a napról, hiszen ez az ünnep, ez a fénypontja az egész rendezvénynek. Jól látod, mi is úgy gondoljuk, hogy a korona jégköve, vagy a legszebb gyémánt, az maga az eredményhirdetés, ahol nagyon sok hagyományos forgatókönyv szerint zajló esemény zajlik, itt ünnepély az, amikor a tizen túliak társaságát avatjuk, tehát azokat az versenyzőket, akik több mint 10-szer célba értek már Nagyatádon, Bozsó Zoli, ha sikeresen teljesít, ennek a büszke társaságnak lesz majd a tagja. Hagyomány, hogy a színpadon fogadjuk az első Ironman-eket, a zöldraj számos versenyzőket, a nagy család. Hagyomány, hogy megünnepeljük azokat, hogy együtt teljesítették a fogyatékosok és a fogyatékos sportolók és az épp sportolók ezt a versenyt. Aztán mennek az egyéb különdíjak, a legjobb külföldi, a legtöbbet fejlődött versenyző, és sok-sok barátságos, tréfás jelenettel leszünk majd gazdagabbak vasárnap. Nyilvános az eredményhirdetés, benneteket is elvárunk az eredményhirdetésre, nagyon örülnénk, hogyha minél több versenyző, vagy minél több nézőhöz eljutna ennek az üzenete, és természetesen nagyatádiakat is sok szeretettel hívjuk az eredményhirdetésünkre. Még egy társaságot meg kell említeni, amelynek ugyan még csak egyetlen tagja van, de őről nem szabad elfeledkezni, ugye a HHH, a 20-at hágó huszárok közé tartozik Szebeni Endre bácsi. Róla mit kell tudni, indul a versenyen? Igen, nem lehet nagyatádi áramenő nélküle, hiszen ahogy azt az eredményhirdetése legutóbb is hallottuk a fölcsendülő zenékből, ezt ő is így mondja, ezt egy életen át kell játszani. Úgyhogy itt lesz, és vállalja a megmérettetést. Lassan már ő is egyébként 70 éves, úgyhogy Miklós bácsit üldözi ebből a szempontból, nyilván soha nem fogja utolérni. Bízunk benne, hogy Endre bácsinak is szépen összejön a 22. nagyatádi versenye. Szép gondolat volt így a végére, Gyula, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Úgy gondolom, beszéltünk mindenről, ami fontos, de még annyi mindenről tudnánk még mindig ezen felül is, de sajnos az idő véges, a nézők türelmével se szeretnénk visszaélni, és mindenkit arra biztatunk, hogy jövő szombaton akkor tartsanak velünk, nézzék a versenyt, kísérjék a versenyzőket, akár internet segítségével otthonról, vagy kint a pályán, mi pedig találkozunk ott azon a napon. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad meghívásunkat. Én is köszönöm a meghívást. Nézőinknek nagyon szépen köszönöm a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is, további szép estét, viszontlátásra!